Nagyon kellemes időtöltés nektek, sziasztok, az M3 Autóparkban vagyunk, és egy Hyundai előjelű i20-as fogunk megnézni. Egy kék színű darabot, kettő darab gazdája volt neki összesen, egy nagyon szép kis járgány, ötajtós kocsi, könnyen bele tudunk pakolászni, és szép kék színű az autó, nem egy gyöngyház metál, nem ez a sima lak kék, viszont nagyon jól áll neki szerintem. Vannak rajta egy-két ilyen kis díszítő elemek, mondom, a gazdájának ez így tetszett, mi rajta is hagytuk, nem tudom, hogyha szeretné valaki leszedi, vagy tesz még rá, ez is lehet különben. A felnik mögött szép fékeket látunk, ez mind a elől-hátul, ugye ezek tárcsafékek rajta, Hyundai alufelni van az autón, nagyon jól mutat rajta, nincsen lenyalva, nincsen lehúzva, nagyon jó állapotú és jó minőségű fulda gumik vannak rajta, és van hozzá anyajándék is, szerintem Feri és Peti kollégám már készültek is ezzel, hogy bemutassuk nektek, meg is fogjuk nézegetni. Pontos fantázia neve az pedig Go Brazil, rá is tették ide ezt a kis jelzést, nagyon sok extra takar különben ez a Go Brazil, meg fogjuk nézni. Először is láttátok, hogy menetfénnyel rendelkezik, mind a két oldalon egy szépen ívelő, felfelő ívelő kis LED sor van, nagyon jól mutat, ugye, és ettől is ugye a fogyasztása kevesebb, nem azért, mert LED, hanem azért, mert nem világít a főfényszóró, hanem csak ez a LED sor, ami nagyon jól látszódik nappal is, és akkor nem terheljük a generátorunkat, ezáltal a fogyasztásunkat nem növeljük. Belenézzünk ide a motortérbe, itt ez a 4 hengeres soros benzinmotor, 2 tengelyel, 16 szelepfelügyet, és mint mondottam, és meg fogom mutatni, nagyon alacsony fogyasztású a moci. Szépen csendesen dolgozik, meg is mutatom, befogom a szám. Aztán találtam benne nyersriasztót, ez egy jó kis szerkezet, megvédte az autót a kis nyestecskéktől, akik elrákcsálják ezeket a kis műanyag termékeket, meg szigeteléseket, hagyjátok benne szerintem. 21.8. hóban 153 ezer kilométernél cseréltek olajat. Amúgy ez benne van a szervizkönyvében, ami végigvezetett szervizkönyv, és íme ott, mintha a motorszámot látnám benne, de ez részletkérdés. Szépek a lámpái, szép a szélvédő, és kultúrált jó a karosszériája, nincsen lehúzva, nincsen összekaristolva, nincsen összehorpasztva, nincsenek rajta rányítások, valószínűleg tartom, ilyen vidéki kocsi volt, nem járt állandóan bevásárlócenterezni, és ott nem nyitogatják össze-vissza egymással az emberek az autóik ajtaját. Szépen le van sötétítve a hátulja, itt egy ilyen törzsfejlődési szakaszt láttok, nem tudom a folytatása mi lehet, ennek találjuk ki, vagy találjátok ki. Pótkerék van benne, mindjárt belemászok ide, valahol van egy luk, ahova bele tudok nyúlni, így mi. Itt van egy tárló rekesz, amiben tudunk pakolni, árnyékoló, benne hagyta a gazdája, és akkor ez valószínűleg soha nem volt az úton, ott vannak a tartozékok, látszik, hogy egészséges a fenéklemez, nincs összenyalva, nincs lehúzva, tényleg szép ez a hátsó lökhárító rész is, szerintem egészséges és szép ezen része a járgánynak, nézzünk bele. Rögtön ide az hátsó bal hátsó ajtóhoz. Isofix, függöny légzsák, oldal légzsák, és szerintem egy nagyon szép kultúrát, szép állapotú szövet kárpitozás, hátul kézzel tekerhető ablakkal, elől pedig elektromos segítséggel húzható, vonható, és automata is ráadásul, íme megtette a kérésünket, visszafelé ugyanezt megteszi. A jobb oldali pedig szakaszosan tudjuk húzni, illetve ha tartanunk kell, ugye a gombot nem elég csak meghúznunk. A két tükör kapcsolója, nézzük meg, hogy valamit alakítson, alakít is, jól van. Itt az EU dobozkája, ezt is most találtam meg, állítható magasságú az első ülésünk, és a kormány oszlop is állítható. Megnézhetjük a pedálsort, nagyon szép, különben nincsen az sem elkoptatva. 4 irányban állítható a bőrkormányunk. Nagyon szép különben. Van itt zenevezérlő. Most már járatom egy helyben, most már 5,9-et mutat a kompjútere, amit honnan tudok kapcsolni, innen tudom kapcsolgatni ezzel a trip gombocskával. Van egy bluetoothos CD rádió benne, azt amúgy nagyon szépen szól, mutatom.
abszolút rendesen és kulturáltan, szóval jéghideg klímát tol nekünk ide az arcunkba, persze csak csínyen szerintem, most már 19 fok van csak, de mutattam nektek, itt ilyen jó kis hűvös levegőket tud összehozni. A klíma tökéletesen hibátlanul hűti a járgányt, lehúztam teljesen. USB, iPod, AUX, csatlakozás, tárlórekesz, 5-ös váltó, pohártartó. És itt van velem Concerto, nézzük, hogy mit tud nekünk mutatni. Először is véglapozhatjuk ugye a szervizkönyvét, amit én lefotóztam, és ugye szépen meg tudtok nézni a képek között, ugye a hirdetésünkben 21.8. 25-én 155.363-nál volt szervizbe, itt látható, ennél a cégnél volt, úgyhogy nyugodtan higgyetek ennek a papírusznak, ez így volt, és így történt. És akkor mutatjuk a legelső lapot, hova tették el. Jó, valahol lefotóztam, ki volt az első gazdája, egy hölgyé volt, a Petráé volt, és ő használta ezt az autót. 23.9-ig műszakival lesz, vagy van ellátva az autó, hűthető kesztyűtartója van neki, és két darab eredeti gyári kulcsa, mind a kettő teljesen szép, jó állapotú, nincs szétnyomkodva, nincs kiszakítva. És akkor elfelejtettem még megmutatni, itt van velem ugye Concerto és a barátaink, illetve a szakértőink. Van itt négy disztercsa, nagyon szép lemezfelnék, ezeken jó állapotú gumikat találunk. Ez bekerül ide a csomagtartó, mindjárt be fogjuk rakni a srácoknak. Köszönjük a segítséget, hogy ezt megmutatták. És akkor egy újraindítás követően, akkor menjünk el, és úgy láttam, hogy talán szerencsés lesz, ki tudunk vele menni egy kicsit, és megpróbáljuk az úton is ezt a járgányt. Kövessük a kolléginát. Zöld a lámpánk, és bekacsatoltam magam, kialudt minden. Majd beindítjuk még egyszer, ha visszajöttünk. Mutatom a háttérfényeket. Ilyen kis kékes, nem látok belőle semmit. Följebb vesszük. Ja, ezzel tudom, aha. Jó. Nincs elég sötét, még nem tudjuk megmutatni. Egy szép kis kék, különben ezek is ilyen kék háttérfénnyel rendelkeznek. Nagyon jó mutat. Az összes Hyundai-ra, ami jó szerintem, ez pedig jó, ezt mindenképpen merem állítani. Nagyon-nagyon könnyű kormánya van. Na, te mit csinálsz itt? Megállt. Jó. Nagyon finom puha kuplungja van, és nagyon könnyen kezelhető váltója. Szó szerint csak ez ennyi az egész, mintha egy ilyen kis joystickot kevergetnénk itt jobbra. Tökéletesen könnyedén felveszi a sebességet, ráálltunk a gázra, akkor szépen elindul az autóm, mondottam, 85 lóerőt, ezt a kasznit ő szépen elbírja, úgyhogy megy a klíma persze. Azt mondja, kicsit meghúzatom, mert azt is lehet vele csinálni. Súlyosan, gyorsan közeledik az Alfa feneke, én pedig megérkeztem ide. Bepakoljuk a gumikat a srácokkal, de még be fogom indítani. Ja, és a legjobb extrákat nem is mondtam el. Hát ugye tempomatos az autó, ami rendkívül ritka szerintem kiskocsiba. Ott látjátok, megjelenik ez a kis ikon, és akkor onnantól kezdve tudjuk fixálni a sebességünket. Illetve ugye Bluetooth-os kormányról vezérelhető a telefonunk is. Hát szerintem sok mindent elmondtam, amit érdemes nektek ellenőrizni. Feltétlenül, hogy amit elmondtam, az úgy is van, és szerintem úgy is lesz, és bele fogtok szeretni ebbe a csodaszép kis kékszínű Hyundai i20-asba, itt az M3 autóparkban fogjátok megtalálni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, jó, ezt ne felejtsétek el, a viszontlátásra!